Sziasztok, Marika vagyok. Most egy érdekes turós süti fog készülni, lehet, hogy ismeritek, lehet, hogy nem. Elmondom a hozzávalókat. A tészta az abból áll, hogy a lisztet, a porcukrot, itt a porcukrot, videó alá mindent leírok. Itt a liszt, sütőpor, mindent megszitáltam, a porcukrot pláne azért, mert ugye lehet, hogy csomós, azt én darálom mindig a kávédarálón, a kristálycukromból, úgyhogy nem úgy veszem a porcukrot, azért is mindig megszitálom. De nagyon szépen meg lehet itthon is darálni. Aztán akkor a töltelékhez lesz a turó, kristálycukor, és a... Nem, jó, ahhoz csak ennyi. Turó és a kristálycukor. És akkor az öntethez pedig a tojás, az egész tojás, a tej és a mandarinpaszta. Ezt a mandarinpasztát a tojáshoz hozzáöntöm, és jól kikeverem habosra, és úgy öntöm hozzá a tejet. Na most az fog történni, hogy a porcukrot, a lisztet és a sütőport összekeverem ebbe az edénybe, a üvegtálba. A sütőport is úgy szitáltam, nem volt semmivel, látjad. Na. Hozzá a liszt. Jól kikevertem a lisztet a porcukorral és a sütőporral, és kétfelé osztottam, amelyikben volt ugye a, amiben volt a liszt meg a porcukorral. Kétfelé osztottam, ebben van egy 10 g-mal több, ez kerül alulra. A zsírozott lisztezett tepsibe, de jó a margarinos, vagy vajas lisztezett, vagy olajos lisztezett tepsi, mindegy. Mondtam, hogy utálom a mérlegemet, mert megnyomom, hogy lenullázzam, és akkor megmutatja az egész súlyt, én meg elfeledkezek róla, és purítom a dolgokat, úgyhogy hú, már annyiszor elfizettem. Na, akkor ezt most bele fogom önteni, beleszórom a tepsi aljába. Ez egy nagyon régi tepsim. Kisebb tepsi is jó, majd mindjárt lemérem ezt a tepsit. Mert így lapos lesz, de nekem most foglalt az a tepsim, amelyikben magasabb lenne egy kicsit. Beleborítom így egybe, aztán még elosztom. Szépen el kell osztani rajt, hogy befedje egyenletesen. Mert ugye ebből majd egy tészta lesz. Meglátjátok, hát eddig mindig szép lett, meg finom lett, úgyhogy ha nem ismeritek, bátran készítsétek el. Mert hát én nem tudom, ez annyira finom, de már elég régen csináltam. Na, így el van osztva. És most összekeverem a turót ezzel a kristály cukorral. A mandarin paszta az lesz az ízesítés, semmi más nem fogok hozzáadni. Ízesítést. Mert az elég fog lenni. Nem sok, de hát lehet, hogy fahéj jó lenne, vagy mit tudom én, de jó lesz így. Ezt nem lesz könnyű, látjátok, úgyhogy ennek nem ilyen turó kellene, hanem ami olyan apró darabos, csak ez már fogyasztott turó volt, úgyhogy ez nagyon nehéz lesz én nekem oda rápötyögtetnem, hogy mindenhova jusson egy kicsit, de majd valahogy megoldom. Mondom, még rakhattok vaníliás cukrot, fahéjat. Ja, én is rakhatnék egy kis áfonyát. Áfonyát rakok bele. 60 g áfonya pont. Így megmosva. Hát lehet, hogy mosás nélkül csak 55, mit tudom én, hát rakott rá víz.
Na, ja, akkor most azt fog történni, hogy ezt a turót valahogyan rábűvölöm ide a tésztára. Hogyan tudom, azt nem tudom. Kicsi darabokba. Kicsi darabokba mindenhova egy picit. Mondom, hogyha ilyen kis darabos turót vesztek, azt esetleg lehet kiszárítani. Reggel előveszitek, aztán mit tudom én, hogyha egy-két órát áll, egy kicsit szárad, kimegy belőle nedvesség, akkor csak rámorzsoljátok, vagy házi turó. De hát ez most fagyasztott, de az íze az ugyanolyan jó lesz, mint hogyha olyan lenne, amit ilyen rövös turó lenne. Csak nehéz rárakni így. Hát végül is látjátok, azért annyira nem. Mindenhova fog jutni, így egy picikát lerakok, én ide, oda, amoda, azt akkor majd közéje is, ahogy marad. Azt akkor mindenhol lesz. Hát ha nem is vártitek, készítsétek el, mert ez olyan finom, azt látjátok, egyszerű. Egyszerű, mint a pofon. Gyorsan neki készültök, aztán 80, turos 80 perces nálam a neve, mert fogalmam nincs, hogy mi a neve, csak én olyan nevet adtam neki, mikor kaptam ezt a receptet 1000 éve, hát nem tudom, még a gyerekek itthon laktak, sőt, még eléggé fiatalok voltak. Hát mert ugye nem tudtam a nevét, aztán akkor ahány perc alatt elkészült összességébe. A kezdetektől ugye, amíg meg nem sül. Úgyhogy azért ez lett a neve nálam, aztán majd amelyitek tudja, hogy valaki minek nevezte, esetleg írja oda, de hát végül is engem nem nagyon érdekel, mert nálam ez fog maradni ugye a neve, mert én így szoktam meg. De azért odaírhatjátok, persze, azért mondom, hogy az nem érdekel, amit odaírtok, hanem a névváltoztatás már itt nem fog megtörténni. Mert itt már sokszor kijött, hogy mi mindennek más nevet adunk, mint ami a neten megtalálható róla. Az már kijött egy pár süteményemnél. Sőt, akkor írtátok, hogy ti nálatok még más a neve. Úgyhogy ilyenek vannak. Na hát ezt nem mutatom végig. Bocs. Rá sikerült raknom egész jól. Most szórok közébe ilyen áfonyát. Ez nem fontos, még sose csináltam, most csak meggondoltam. Most se biztos, hogy jó lesz. De szerintem jó lesz. Miért ne lenne jó? Akár még ilyen megy is jó lenne, de azért abból kevesebbet. Mert ugye az nagyon nedves. Nem tudok mit mondani, megmondom őszintén, mert most valamelyitek olyat odaírt, hogy mindjárt megválaszolok neki, és úgy megharagszik, hogy többet nem is ír. De hát mire ezt látjátok, arra majd már kiderül. De még meggondolom magamat. Azért nem jó egyszerre cselekedni, mert az ember az első mérgébe nem jól cselekszik. Azért én is még emésztem a dolgokat. Az a legjobb, ha meggondoljuk a tetteinket. Igazam van? Csak hát az ember nem tud ám egyszerre, én is csapok egyszerre, csapok. De most van időm meggondolni, míg sütök. Hogy mit tegyek. Jó, akkor most hova tettem a kanalat?
rászórom a tésztának a másik felét. Így erre rá. Itt már vigyáznom kell, hogy azért mindenhol jusson, mert itt már korrigálni nem lehet. Azért így ügyesen meg lehet csinálni. Még szitába is lehetne tenni, hogy az ember úgy szitálja rá. Hát jó lesz így, és mindig így csináltam. Nem tudom, ismeritek ezt a sütit? Én ma láttam különben a neten, azt hiszem, csak kicsit, mintha másképp készült volna. Már úgy, hogy a receptjét láttam. De nem vagyok abban biztos, de mintha láttam volna, lehet, hogy Facebookon. Ahol látjuk, még a turót oda szórunk, mert ez ilyen egyenetlen. De aztán mostan meg lehet egy kicsit nyomkodni. Egy kicsit meg lehet nyomkodni. Ne nagyon. Ne nagyon, csak egy kicsit. Most az fog történni, hogy a tojást fölverem a mandarin pasztával. De rakhattok bele citromhéjat is, amelyitek még nem készítette el a mandarin pasztámot, majd záróképernyőnek be állítom, aztán akarjátok el készíteni citrommal is azt a mandarin pasztát készíteni. Ott alatt a hozzászólásokat nézzétek meg, mert odaírták már, akik hozzászóltak, hogy miből készítették, úgyhogy nem csak mandarin pasztát lehet, hanem ugyanúgy elkészíteni citrompasztát, narancsot. Valaki odaírta, de nem biztos, hogy ahhoz, hogy a narancsnak lehúzta a héját, és akkor azt a fehér réteget belül lehúzta, és akkor azt ugye kiiktatta, mert az keserű, és akkor a narancs héj, meg a bele, abból csinálta a pasztát. Hát próbáljátok meg. Ezt fölverem. Na, hozzáöntöm a tejet. Ebben nincs cukor, mert ugye a tésztában úgyis rengeteg a cukor. Nem lesz olyan igen édes. Jól kikeverem, vagyis összekeverem. Hát teheted volna a géppel is. Lehet, hogy jobb lett volna. És akkor most ráöntöm a tésztára. Alá tartom a fonalat, akkor nem csinál lyukat. Tettek el a mandarint, aztán nem valami jó keverettel, pedig jó sokáig kevertem. Nem baj, ha egy kicsit kiáll, hát én is próbálom most egy kicsit korrigálni. Itt, ha kiáll a liszt, már úgyis meg fog emelkedni. Úgyhogy attól ne ijedjetek meg, hogy ez most itt kiáll. De
le is megy róla, látjátok, hogy a liszt nem fogadja el, majd ahogy emelkedik, úgy jó lesz. Na és akkor most így van ez a... Most nincs vajam annyi, nem vettem elő vajat. Margarin, hát ez nem tudom mennyi lehet, 50 gram, most ezt nem mértem, nem érjem. Az nem fontos, valamennyi, amennyit akartok rárakni, hát túl sok se legyen, de szerintem ez olyan 50 gram körül. Ó, tévedtem, 41-40 gram körüli margarint. Szépen, igen vékonyan elvagdoljátok. És akkor ráhúzzátok ide-oda-amoda. Szóval ide-oda-amoda, na. Nem kell mindenhova. Egy-két helyre, de vajat is lehet mondom. Ahogy, amit akartok. És légkeverésen sütöm, 180 fok. Nem akartok hozzányúlni, akkor még egy kést vegyetek, azt akkor hozzá húzzátok rá. Én is csináltam volna azt, de úgyis megsül, ha valami van a kezemen, meg úgyis én eszem, nem más. Mondjuk ezt a férjem is szereti. Kis gyerekeseknek, hú, hát gyorsan megvonám. Én nekem most egy kicsit tovább tartott, mert ugye mire mindent kipakoltam, meggondoltam, hogy mit, hogyan mondjak. Meg még akkor olyat is csináltam, hogy rosszul nyomtam meg, aztán vedd végig, végig vette, ahogy vettem a tojást, vagy valami ilyesmit. Ja nem, ahogy a lisztet kevertem. Még hát ezt se kellene mutatnom. Ezt a hosszú lesz megint. Na, így néz ki. Akkor menj most az előmelegített sütőbe, ahogy mondtam. 180 fok légkeverés. 20 percre állítottam az időzítőt. Hát majd meglátom, remélem jó lesz, elég lesz az. Hát ha nem, akkor még tovább sütöm majd, akkor mondom, hogy hány perc. Nézzétek meg, milyen szépen kál már. Gusztusos. Na, nézzétek meg, milyen gyönyörű lett. Tocskom az ablakot, mert sem tudom hallani. Szép, ugye? Majd jövök a kóstolóval. Most már kicsit össze is esett, mert közben megjött a férjem, azzal beszélgettem. Na. Jó néz ki, ugye? Majd jövök. Na, akkor megkóstolom. Hát ezt nem szoktuk kirakni tányérba, ezt a... Így esszük, csak mindig vágunk belőle. És persze, hogyha már nagyon fogy, akkor azért az fog történni. Na, hozok egy villát. És akkor meg fogom kóstolni. De tudom már milyen. Hát ezt elkészítsétek. Ilyenre emlékeztem, elég régen csináltam, már biztos van 2 éve. Szép az alja is. Nagyon finom. Hát ha föl tudom rakni, ez holnap fölkerül, meg is csinálhatjátok. Ha van otthon tudótok, mert ugye más nem igen kell bele. Citromot, citromhéjat azt rakjatok azért, ez a mandarinpaszta is finom bele. Nagyon ízletes.
Nem fogjátok megbánni, ha elkészítitek, az biztos, abban biztos vagyok. Hát, hogyha megtetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok, és nézzetek be az oldalamra, a videókra kattintva, látok sok mindent, amit felrakok. Nézzetek körül. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!